A Kisteleki Citara zenekar 50. születésnapi alkalmából rendeztek népzenei találkozót. A zenekar vezetőjét kérdeztük. 50 éves jubileumi népzenei találkozót tartanak itt a mai napon Kisteleken. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Vignél Locskai Krisztinát. Köszöntelek, kicsit beszéljünk is a Kisteleki Citara zenekar múltjáról. Köszöntöm a kedves nézőket! A Kisteleki Citara zenekar 1973-ban alakult, Rácz Imre bácsi alapította. 2013-ban az ő halála után vettem én át a zenekar vezetését, és nagy örömömre a mai találkozóra, mint ahogy eddig is, eljöttek azok a zenekarok, akikkel már nagyon-nagyon régi a kapcsolatunk, és az újabb zenekarokat is vendégül láthatjuk. Eljött hozzánk a Hangász Együttes Jászent Lászlóról. A Hangász Együttesnek egy gyermekkara és gyermekzenekara is föl fog lépni. A Csólyospálosi Hagyományőrző Kórus a Királydínya Citara zenekarral fog föllépni. Gergely Mihály Vecsésről jött, Bokréta Dalkör, a Földiáki Citara zenekar és Páva Kör, a Baksi Népdalkör és Citara zenekar, az Öttömösi Citara zenekar, Kerekes Márton Népdalkör és Citara zenekar, Kék Nefelejts Népdalkör, Öreghegyi Bodza Citara zenekar, Pengető Citara zenekar, Váraszói Gyöngyvirág Citara zenekar, velük viszonylag új a kapcsolatunk, most voltunk náluk először, és most visszahívtuk őket, nagyon jól éreztük magunkat náluk, és bízom benne, hogy mindenki jól fogja a mai napon érezni magát nálunk. Nagy örömmel fogadtuk, hogy Rácz Imre bácsi fia és unokája is elfogadta meghívásunkat. Az unokája Vilmos nagyon sokáig játszott is a Kisteleki Citara zenekarban, de másfelé vitt az útja, elköltözött innen Kistelekről, és aztán sajnos már tovább nem játszik velünk, de most eljött, hogy megnézze a műsorunkat, és a régi emlékeket állítottuk ki, a hátam mögött látható emléklapokat olvashatjátok, és okleveleket, amit a zenekar az 50 év alatt szerzett, és különböző fényképeket is találtam, amiket kinyomtattam, és hogy megemlékezzünk a zenekar életéről. Elhoztam azt a citerát, amit Imre bácsi játszott régen. Volt egy másik nagyon régi alapító tagunk, Horváth Sanyi bácsi. Őtől emlékbe kaptam azt a citerát, amit láthattok, amin az ő arcképe is rajta van, és különböző régi emlékeket, amiket a népzenei találkozókon kaptunk, raktam a színpadra. Ez a találkozó nem jöhetett volna létre, hogyha Kistelek város önkormányzata és képviselőtestülete nem támogat minket. Ezúton is nagyon szeretném megköszönni az ő támogatásukat. A Napsugár Otthon Lakóért Alapítványnak, Szalainé Marikának, aki nélkül szintén létre se jöhetne ez a találkozó, valamint Kerepecki Magdikának, a Napsugár Otthon vezetőjének, aki mindig biztosítja nekünk, hogy legyen vacsoránk, és a konyhai dolgozóknak, akik ezt mind meg is főzik. A Susánszki Benzsinek, aki lehetőséget biztosít a számunkra, hogy a rendezvényházat előkészíti, hogy megrendezhessük ezt a találkozót. Papné Gubajévának, az iskola igazgatónőjének, aki az öltözőket biztosította nekünk. És az összes Kisteleki Citara zenekar tagjának, aki nagyon lelkesen részt vesz minden munkában és a zenélésben, a férjeinknek, a gyerekeinknek, és mindenkinek, aki valamilyen módon segíti a mi munkánkat. Nagyon köszönöm a támogatásnak. Csongrád-Csanád vármegye önkormányzata az Ópuszaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban tartotta ünnepi megemlékezését. Az erről szóló sajtóközleményt hallhatják. Államalapító Szent István királyunk ünnepe az Ópuszaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Augusztus 20-a a magyarság legősibb nemzeti ünnepe, államalapításunkat, Szent István királyunkat és az életét jelentő új kenyeret is ünnepeljük ezen a napon. Csongrád-Csanád vármegye önkormányzata az Ópuszaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2023. augusztus 19-én délelőtt 10 órától tartotta ünnepi megemlékezését, melyen Gémes László elnök adta át a vármegye kitüntető elismeréseit. A megemlékezés a
csengelei fúvózenekar kíséretében a himnuszal vette kezdetét, majd elsőként Farkas Sándor miniszterhelyettes mondott beszédet. Ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy Géza fejedelem volt, aki felismerte és hozta meg azt a döntést, hogy a magyar népnek Európa szívében, a Kárpát-medencében kell letelepednie és hazát alapítania. Gémes László, Csongrád-Csenár vármegye közgyűlésének elnöke, köszönő beszédében elmondta, hogy Szent István bátor döntése nélkül nem lenne ma erős, önálló és független Magyarország. Miképpen dédszüleink, nagyszüleink és szüleink döntése nélkül sem lehetnénk itt. Kellett, hogy ők is merjenek igent mondani az életre is ránk. Ezekből az igenekből épül a közösségünk. Gémes László úgy véli, hogy az új kenyér az élet táplálója, melyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgok keze munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása. Az ünnepi programrendben a Vármegye 2023 évi kitüntető díjainak átadása következett. Lantos Györgyi, Csongrád-Csenád Vármegye alkotói díj. Fritz Mihály, Csongrád-Csenád Vármegye alkotói díj. Návai Sándor, Csongrád-Csenád Vármegye alkotói díj. Dr. Bodor Csaba, Csongrád-Csenád Vármegye egészségügyi érdíj. Dr. Furák József, Csongrád-Csenád Vármegye egészségügyi érdíj. Juhász Nagy Gábor, Csongrád-Csenád Vármegye közrendjéért és közbiztonságáért díj. Mórahalomváros önkéntes tűzoltó egyesület, Csongrád-Csenád Vármegye közrendjéért és közbiztonságáért díj. Dr. Stantics Csaba, Csongrád-Csenád Vármegye közigazgatásáért díj. Dr. Tóth Flórián, Csongrád-Csenád Vármegye közigazgatásáért díj. Ivanov Makovics Tünde, Csongrád-Csenád Vármegye közigazgatásáért díj. Kincses Tímea, Csongrád-Csenád Vármegye köznevelésiért díj. Kispéter Nikotogán Erzsébet, Csongrád-Csenád Vármegye köznevelésiért díj. Pleskonics András, Csongrád-Csenád Vármegye kultúrájáért díj. Duka Félix, Csongrád-Csenád Vármegye kultúrájáért díj. Balog Emília, Csongrád-Csenád Vármegye az év legeredményesebb tehetséggondozó pedagógusa díj. Antal Imre atya, a Kisteleki járás katolikus plébános által megszentelt új kenyeret, Makra József, Ópusztaszer polgármestere szegte meg. Az ünnepi műsorban közreműködött a csengelei fúvózenekar és mazsorett csoport, Tisocki Zsuzsanna és Forgó Benjamin versmondók, a Borisza Bálint Sándor táncegyüttes, valamint Mester László is zenekara. Az ünnepség zárásaként a szózatot közösen énekelték a megjelentek. Megtartotta ünnepélyes záró rendezvényét a Forrás Centrum Kft. Csókási Beáta projektvezetővel beszélgettünk. Megtartotta ünnepélyes záró rendezvényét a Forrás Centrum Kft. A modernizációs fejlesztések a Forrás Centrum Kft.-nél projekt kapcsán. A program keretében támogatást nyertek eszközök beszerzésére, amely beruházást sikeresen megvalósították. A rendezvényen a pályázatban megvalósult tevékenységeket, beszerzett eszközöket, a projekt további várható eredményeit mutatták be. Ez a Forrás Centrum Kft. Kino+1.2.21-es pályázatának a sajtónyilvános záró rendezvénye. A projektünk a mai napon befejeződött. Ez egy két éves időtávú megvalósítású projekt volt, amelyben egy komplex technológiai fejlesztés valósult meg. Kistelekipari parkban lényegében a meglévő egyedi autógyártó műhelyi bővítése valósult meg, ez volt talán az egyik legnagyobb építő és leglátványosabb beruházási elem, és ezen felül pedig eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés, megújuló energia telepítése, informatikai eszközök beszerzése, képzés és tanácsadás valósult még meg a projekt keretében az elmúlt két év során. A pályázatunkat 2021 júliusában nyújtottuk be, a fejlesztést azt augusztus 2-án meg is kezdtük egy 3D nyomtató beszerzésével. Maga a rendezvény az úgy fog majd felépülni, hogy a beruházás egyes elemeit végig megyünk és mindent meg tudunk mutatni működés közben. A 3D nyomtató az, ami már két éve is szolgálja a cég működését. Ennek a nyomtatónak a nagy jelentősége az, hogy különböző egységeket lehet rá csatlakoztatni. A központi elemhez 24 különböző egységet, ami azt jelenti, hogy különböző alapanyaggal, különböző dolgokat egyidőben tudunk nyomtatni, és még ami nagyon nagy jelentősége, hogy nagyon gyors a nyomtató, és azonnal használatra kész, tehát amit kiveszünk a nyomtatóból, lényegében minimális utókezeléssel már azonnal át is adható megrendelőnek. Ennek a nyomtatónak a jelentősége még abból fakad, hogy különböző kutatás-fejlesztési projektekhez, egyedi alkatrészek gyártásához tudjuk mi ezt hasznosítani. A Forrás Centrum Kft.-nek is volt kutatás-fejlesztési projektje, amikor
szükségünket van a hasonló jellegű termékekre, így lényegében most ezt így házon belül a további fejlesztésénkhez még meg tudjuk oldani. A csapatunkban van olyan kolléga, aki műszaki rendelő, műszaki menedzser végzettséggel nagyon professzionálisan tudja kezelni ezeket az eszközöket. Ez ami a 3D nyomtatás, és ezen felül pedig garázsipari eszközök beszerzése valósult még meg főként. Itt ezek nagy részeit látható ebben a csarnok részben. Van egy automatizált érintésmentes futómű diagnosztikai eszköz, egy kerékszerelő centírozó, ezek mind automatizált eszközök, illetve a projektünknek a fő csapás iránya az, ami a jövőt is képviseli, az önvezető autóknak a szervizelése, illetve diagnosztizálása, és mögöttünk látható egy olyan eszköz, amely kifejezetten az önvezető autók diagnosztikájára, illetve kalibrálására szolgál. Ennek annyi a jelentősége, hogy lényegében a magforgalomba kerülő autókban már valamilyen szinten megtalálható az önvezetés valamilyen formája. Gondoljunk a tolatóradra, a sávtartó mechanika, adaptív tempomat, stb. És ezek mind különböző események következtében beállításra szorulhatnak. Ez az eszköz, ami hátulról található, az lényegében ezt szolgálja. És a projektnek még egy utolsó eleme, ami viszont a korábbi, nem a bővítmény részben található, hanem az eredeti főépületben, az pedig egy DPF tisztító, amely a dízeljárművek élettartamát szolgáltatott meghosszabbítani. Ha majd köveljük a csarnokot, akkor azt is meg tudjuk nyugtatni működés közben. A projekt részét képezte még napkollektoros rendszer telepítés, amely a csarnok melegvízellátását segíti elő, illetve gyártás optimalizálás és képzés. A gyártás optimalizálási tanácsadás az lényegében az egyedi autógyártáshoz, utánfutógyártáshoz kapcsolódik. A tanácsadás során kiemelték azt, hogy milyen professzionális az, hogy az egyes tevékenységhez el vannak különítve csarnokonként, tehát különben a 3D nyomtatás, külön a karosszéria munka és külön a garázsipari résztárnak a gépjármű javítás karbantartás. A képzés az angol nyelvű képzés volt, amelyen három kollégánk vett részt, ez egy intenzív kéthetes tanfolyam volt, heti 40 órát, összesen 40 órában, két év alatt, és ők egy olyan jelenlő szakmai segítségnyújtást kaptak, amely a gépjármű javítás során a gyári programok kezelésével, illetve az adminisztrációban könnyítette meg az ő működésüket. Az információ technológiai eszközök, a nyomtatók, a laptopok pedig lényegében a napi munkánkat, az adminisztrációi munkánkat könnyíti meg, és a projekt az a mai napon fejeződött be, záró akkordjaként ez a sajtónyilvános esemény. Úgyhogy én átosodnám a terepet a kollégáknak, akik működés közben megmutatják a képeket. A képeket bármilyen kérdés van, akkor nyugodtan megyék fel, és örülünk, hogy ilyen nagy létszámban jelentek meg ezen a rendezvényen. Köszönjük szépen! Majd Csókási Beát, a projektvezető, beszélt a projektről és a Forrás Centrumról. A Forrás Centrum Kft. 2006-ban alakult, első körben pályázatírással foglalkoztunk, majd 2011-ben települtünk be ide a Kisteleki Parkba, első körben egy brikettgyártó üzemet létesítettünk, majd azt bővítettük, és 2015-ben döntöttünk úgy, hogy teljesen új profillal indulunk, és ez a gépjármű javítás, karbantartás, illetve az egyedi autók gyártása és utánfutó gyártás. Ehhez kapcsolódóan 2015-ben, illetve most 2023-ban történt meg a csarnokoknak az átadása. 2023-ban fejeződött be egy nagyobb lélegzetvételű projektünk, amelynek keretében az egyedi autógyártó műhelyünket bővítettük, és lényegében most már több mint 500 négyzetméteren tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket, illetve a megrendelőket. A jelen pillanatban ügyfeleink között helyi vállalkozások, illetve magánszemélyek vannak, illetve az ország több pontjáról is vannak megkeresések. Az egyedi autógyártás kapcsán nem csak a klasszikus szervizelési és gépjármű javítás karbantartás az, amivel foglalkozunk, hanem most már, mivel
Egyre nagyobb tért nyernek az önvezető autók, így azoknak a kalibrálásához kapcsolódóan szereztünk be eszközöket, illetve érintésmentes futóműdiagnosztikai berendezést szereztünk be, valamint a kerékszerelő és centírozó gépek is automatizált módszerrel működnek, valamint a dízel gépjárművekhez a DPF tisztítót vásároltuk még meg, ez ami a garázsipari berendezésekhez kapcsolódik, és a gyártási tevékenységhez pedig egy professzionális és 3D nyomtató került beszerzésre, amelynek a központi egységéhez ilyen pillanatban két fejegységet csatlakoztatunk, de ez összesen 24-re bővíthető, és ennek az a jelentősége, hogy egymástól függetlenül 24 különböző alapanyaggal, 24 különböző terméket tudunk egy időben nyomtatni. Lényegében ez minimális utókezelést igényelnek ezek a kinyomtatott termékek, és azonnal bevethetőek ezek, akár egy egyedi prototípus fejlesztéshez, illetve, hogy említettem, az egyedi autógyártás, tehát az olyan jellegű alkatrészek gyártásához is alkalmas, amelyek jelen pillanatban kereskedelmi forgalomban már nem kaphatóak, és akár gépjárműbontokból sem szerezhetőek be. A Forrászcentrum Kft. Lényegében 2006 óta töretlenül végzi a pályázatírási tevékenységét, folyamatosan fejlődünk, Budapesten van a pályázatírói részlegnek a központja, és itt Kistelken pedig a műszaki megvalósításnak a központja. Mind a két telephelyen duális képzőhelyként működünk a vállalati ügyviteli ügyintéző képzés kapcsán, illetve itt Kisteleken a gépjármű mechatronikai technikusi képzés kapcsán a Csonka János szakképzési centrumnak a János technikumával vagyunk kapcsolatban, és jelen pillanatban is van két nappali rendszerű képzésű tanulónk, illetve egy saját munkavállalónk, aki ugyanezt a szakmát fogja elsajátítani. Itt Kisteleken négy szerelővel, illetve karosszírialakatos autóvillamossági szerelővel dolgozunk, valamint a műhelynek a vezetője, a férjem, ő mestervizsgával rendelkezik, és lényegében ő irányítja a műhelynek a működését. Én pedig az adminisztratív feladatokat látom el itt a telephelyen, illetve a saját pályázati projekteink kapcsán az adminisztrációs feladatokat végzem el. Még ami nagyon fontos, hogy a pályázatírás kapcsán a Szegedi Tudományegyetemmel is együttműködünk, és gyakornokokat fogadunk. Jelen pillanatban Kistelekre és Budapestre is várunk akár most leendő végzős tanulókat, illetve már végzett tanulókat is gyakornoki program keretében. Pesten lényegében a pályázatírás minden csínyát, bínyát meg tudjuk nekik mutatni. 2021-ben a nagy pályázati szezonban is lényegében mi már úgy próbáltunk meg működni, hogy automatizáltá próbáltuk tenni azt a tevékenységet is, és ugye, amit most nagyon sokan a mesterséges intelligenciát vettük mi is igénybe, tehát lényegében automatizált robotmódszerrel töltöttük fel a pályázati adatlapokat, úgyhogy lényegében, aki tanulni akar pályázatírás kapcsán, én úgy gondolom, hogy a jelen pillanatban a legmodernebb technológiákkal tudja nálunk ezt megtenni. A Forrászcentrum Kft.-nek 2023. július 31-én fejeződött be egy két éves nagy volumenű projektje, amelynek keretében a Gino Plus 1.2.1.21-es pályázat keretében egy csarnokbővítés, garázsipari eszközök beszerzése, 3D nyomtató beszerzése, információtechnológiai eszközök beszerzése, képzés, tanácsadás és napkollektoros rendszer telepítése valósult meg. Ez a két év ez nagyon hosszú idő volt, és nagyon komplex beruházásról beszélünk, így ezúton szeretnénk megköszönni mind a kivitelezőknek, mind a beszállítóknak azt a fáradhatatlan munkát, amit megtettek azért, hogy ez a mai nap ez eljöhessen, és hogy a csarnokot, illetve magát a pályázatot is sikeresen tudtuk zárni. Kivitelezők sorában a Béta Ép Kft. Az alapozást, betonozást végezte, a Market Merkur Kft. A vasvázat építette, a bádogozási munkálatokat Török Sándor egyéni vállalkozó, az ipari kapuk beépítését Hegedűs István egyéni vállalkozó végezte, a váz festését, illetve gipsz kartonozási munkálatokat a Gyémántecset BT, a burkolási folyóka beépítési munkálatokat a Tápai 2002 Kft. Végezte, a villanyszerelés kapcsán az NL Elektro Kft.-vel, a gépészeti, illetve klímaszerelési tevékenység kapcsán pedig a Piga Épgép Kft.-vel dolgoztunk együtt. Az eszközök tekintetében a garázsipari eszközöket a Vesti Kft.-től, a 3D nyomtatót pedig a Quinter Kft.-től vásároltuk meg, az információtechnológiai eszközöket pedig a Graphicman Kft. Szállította számunkra. A képzés kapcsán
Egy kecskeméti cég, a Coventry House nyújtotta a munkavállalóik számára az angol nyelvi képzést, a gyártás optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadást is szintén ők biztosították számunkra, és a megújuló energia napkollektoros rendszer telepítését pedig a Piga Épgép Kft. Végezte el számunkra, úgyhogy ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni az ő munkájukat. Kis busszal karambolozott egy autó augusztus 17-én éjjel az M5-ös autópályán Kistelek közelében. A kisteleki és a szegedi hivatásos tűzoltók áramtanították a járműveket. A balesetben egy ember sérült meg.